Kínos sporthíradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Hírodónk vendége Maricek Miklós, a Maricek Racing Team tulajdonosa. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözöllek! Legszívesebb azt is mondtam volna, hogy tulajdonosa és egyik pilótája, mert azért, ha jól tudom, hébe, hóba azért még beülsz a volán mögé, ugye? Igen, igen, egy évben egyszer-kétszer sikerül beugranom a volán mögé, amikor engedik a versenyzők, úgyhogy ez volt most egy 2-3 héttel ezelőtt a Vác Rallin is, és legtöbbször úgy szállok ki, hogy a jövő héten is, meg utána való héten is próbálnék újra menni. Miért megnéznénk, hogy milyen is volt 2012, nézzük meg azt, hogy egyáltalán te mikor és hogyan ismerkedtél meg a rallival. 1990-ben voltam először rally versenyen a híres nevezetes Salgó Rallin. Akkoriban még 3-4 napig sátoroztunk hazáron. Már nem voltam fiatal, de nekem akkor kezdődött ez a rally szerelem. Uh-huh. Sőt, előtte már az édesapám által összegyűjtött autómotor, ugye akkor szokás volt, hogy bekötötték az éves példányokat, és abban folyamatosan csak a rally autók érdekeltek. És 95-ben építettük az első autót, és azóta... Tehát 5 évig csak nézted a pálya széléről az autókat? Igen, de olyan odaadással, hogy képesek voltunk Étlen Szomjan Veszprémbe végig sétálni a 25 kilométeres gyorsasági, hogy minél többször, minél több helyről lássuk a versenyzőket. Nagyon megszállottja voltam. Azt hiszem, ha betegség miatt, de nem nagyon hagytam ki versenyt, hogy nem mentünk volna. Akkor gondolom mindenkit ismertél, ment a versenyzők közül. Igen, igen, igen. Ha ők nem is, de te mindenkiről mindent tudtál. Igen, akkor. Már nagyjából 5 év alatt mindent tudtam mindenkiről, és hát imádtam. És mi adta meg az utolsó lökést, hogy akkor rally versenyző legyél? 93-tól volt egy vállalkozásom. 93-tól kocsmáros voltam, volt egy saját kis kocsmám, és 95-ben jutottam el odáig, hogy akkor most én versenyezni fogok. És a 95-ös évben még a harmadosztályt úgy hívták, hogy rally tereptúra bajnokság. Akkor még úgy mentünk, mint a tereprallisok most, hogy egy órával előtte kaptuk meg az itinert, és például Tajmár Tibivel és még egy úriemberrel, most meg nem mondom a nevét, azt tudom, hogy ott Törbottyán mellett lakik, ővelük voltunk hárman, akik ott kakaskodtunk folyamatosan, és 5 versenyen indultam. Azt hiszem, hogy fölfértem a dobogóra, mert inkább kakas voltam, mint gyors néha. De megmaradtál. Meg, abszolút, abszolút. És onnan mindig, minden évben vagy? Rally 2, 96 Rally 2, 97 Rally 1, és 98-ban már Rally 1, de akkor már hát jó magyar szokáshoz híven ladával kezdtem versenyezni, és 97-ben mentem első osztályba ladával, és 98-tól Skodával versenyeztem. Meddig versenyeztél? Olyan értelemben, hogy teljes szezont végigülted. 2002. decemberben raktam le a sisakot, úgyhogy azt mondtam, hogy akkor most befejezem, akkor a Citroen színeiben még a Bútor Robival, én mentem egy Ennes Szarával, és akkor már megvolt a második gyerkőc, és úgy döntöttem, hogy apósom Budai Bélának volt 2 versenyautója, és inkább a családi vállalkozásba folytattam. Akkor jól nősültél. Igen. Nem volt egy gyerekkori álmod, cipelted magaddal, meg is valósítottad, és akkor... Igen, akkor a feleségemet is ott ismertem meg, és akkor... Igen, a rally versenyen ismerkedtünk össze. Így akkor csak tovább izmosodott az álmodvány. Igen, 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 igen. És meg tudtad teljesíteni. És akkor mióta vagy csapatfőnök? Hát ugye 2003-ban elkezdtük csinálni, akkor kezdtük közösen, így beszálltam ugye mint munkaerő az üzletbe, és onnantól kezdve úszkve ilyen csapatfőnök voltam. Irányítottuk, koordináltuk az autókat, akkor szinte 2 hetente mentünk versenyre. De akkor már mint csapatfőnök mentél, igen, nem igen, ültél igen, be a igen, volán igen. Mögé. Nem, abszolút nem. Nem hiányzott? Az első 2 évben nem.
vagy legalábbis azt hittem, hogy nem. Uh-huh. Aztán utána elkezdett hiányozni, de nem volt időnk gondolkozni, mert nagyon sok versenyt csináltunk meg, több versenyzővel is, több csapattal dolgoztunk. Úgyhogy nagyon nagy kihívás volt, és én azt gondolom, hogy én olyan embernek tartom magamat, mindig azt szoktam mondani, hogy ha 70 éves koromban, vagy 80 éves koromban, akkor is a pálya széléről, uh-huh. vagy a szervizparkból fognak elvinni. Nem történt soha semmi, hogy azt mondod, hogy kész vége a rallival kötött barátság? Tehát baleset, vagy úgy bármi? Általában akkor vagyok így, és akkor nagyon mérges vagyok, mikor nem úgy jönnek össze a számítások, ahogy én szeretném. Akkor mindig arra gondolok, hogy miért nincs nekem valami polgári, normális szakmám. Jó, de ez mind már a csapatfőnökként fáj, így a fejed. Igen, igen. És korábban, mint versenyzőként, soha nem volt olyan, hogy... Nem igazán volt olyan, mert amikor a Zsigulival mentem a Rally 2-be, akkor nagyon-nagyon tanultam versenyezni. Majd évvégére csináltunk egy tréningautót, és a Rally 1-ben igazából nagyon gyorsan mentem már, és estem keltem. Tehát ahol el lehetett, vagy ahogy el lehetett esni, azon én mindenen túl voltam. És nem, tehát abszolút soha nem volt ilyen érzésem. Estem nagyon nagyot Máinkán, Miskolcon még a Skodával, akkor csak az volt a probléma, hogy 3-4 versenyt ki kellett hagynom, és amikor visszaültem Mecsek Rallin, akkor igenis, igencsak voltak ilyen félelmeim, de meg nem fordult a fejembe, hogy abba anyom. Egyes hírek szerint most a Maricek Racing Teamnek most van jó pár versenyzője, pilótája. Jól tudom? Igen, igen, igen. Mekkora a csapat most? 10 versenyző páros van a csapatunkban. Az nem semmi. Azt hiszem a 10. én vagyok, de ugye azért néha én is szerepelek. Akkor az 10 autó minimum. Igen, 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 igen. 10 versenyző páros. És elgondolkoztam most egy 2-3 hónappal ezelőtt, hogy hogy sikerült ez, de... Na, hogy sikerült? Nem, aztán nem igazán jönnek. Sokan kíváncsiak ebben a mai gazdasági helyzetben. Igen, most Kaposváron is megkeresett 2 versenyző páros, hogy jövőre nálunk szeretnének menni, és akaratlanom ellenére, persze nagyon szeretem, nagyon, tehát ezt álmodtam én mindig is meg, hogy egy ilyen nagy csapat legyen, egyre jobban gyarapodunk. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy azért, mert egy jó fej vagyok, vagy lehet, hogy azért, mert próbálunk jót csinálni. És nem félsz attól, hogy túlvállalod magad? A versenyzők, akik nálunk versenyeznek, én azt gondolom, hogy jó versenyzők, vagy éppen nagyon szeretik ezt a sportot, és én úgy gondolom, hogy nem esik nehezemre, hogy segítsek nekik, akár a sportszakmai részébe, akár a média részébe. Jó, csak hát sok ember, sok feladat, sok kis apró feladat, tudod, nagy. Igen, nagy, de azért törekszünk arra, hogy egy évben egyszer vagy kétszer ez a sok ember összeüljön, és csináljunk egy ilyen csapatépítő tréninget, ahol nagyon kellemeset beszélgetünk, kiszagatunk, tehát azért olyankor jó. Hol versenyeznek? Mert gondolom más-más kategóriákban. Egy darab driftesünk van, vagy gymkanásunk, uh-huh. igazából gymkanás. A többiek mind rally. Rally 1, Rally 2, Rally Túra. Ugye van egy Rally Túra bajnokunk, Vince Marci. Van egy nagyon jó Rally Túra menőnk, aki egy igazán, igazán szeretetre méltó versenyző, a Gyarmati Ariel és a Bibliák István páros. Ugye Ariel is nagyon gyors. És sok vannak sprinteseink. Rally 2-ben most lett egy új párosunk, egy kaposvári páros, és hát Rally 1-ben pedig a Kovács Antiék, akik a zászlós hajók, ők minden versenyen szerepeltek, és hát Gábor, Talmácsi Gábor, aki az évelején ment egy 2-3 versenyt, és most évvégén majd visszatérünk. De jövőre is csak egy ilyen show jelleggel fogunk menni, mert aláírta a szerződést a motorcsapattal. Akkor a szokásos évvégi szilveszteri rallin számítotok rá akkor a Talmára. Igen, gondolom. Igen, abszolút, abszolút, abszolút. Ki volt a legjobb idén csapatodból? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Úgyhogy senki ne sértődjön meg, de mégis mondják konkrét neveket. Meglepetés erejével tört be a Vince Marci. Kérdés nélkül, én szerintem kérdés nélkül megnyerte a Rally Túrát. Aki nem ismeri, az annak tudnia kell arról, hogy Marci olyan, hogy ő elmondja, hogy most nyerni fog. Elmondja, hogy meg fogja nyerni.
Mennyit nyert? Hány futamon tudod győzni? Öt versenyen indult, és meg is nyerte a bajnokságot. Ötből ötöt nyert? Uh-huh. Igen. Igen. Ő egy nagy meglepetés volt. Uh-huh. Arielék nagyon gyorsak voltak. Ők az abszolút első 10-be autóztak a BMW-jükkel. Hát Arielről tudni kell, hogy nagyon gyors versenyző. Én úgy gondolom, hogy nagyon precíz és gyors. És az Antiék, a Kovács Anti Istovics páros, akik az én Mitsubishimmel mennek, ők pedig azért voltak sikeresek, mert Antiról tudni kell, hogy egy nagyon szerencsétlennek tartja magát, és egy nagyon szerencsétlen, mert amiben beül, amilyen versenyautóban beül, az tudja, hogy áramlik. És én úgy gondolom, hogy idén sikerült egy-két versenyen, hogy áramoljon a Mitsubishi, de a többségében nem, és nagyon-nagyon sokat fejlődtünk. A Rally 1-es eredmény számít igazából legjobban? Azt tudja a Malicek Racing Team nevét öregbíteni, hogy a Rally 1-ben hogy szerepeltek? Nem. Én úgy gondolom, hogy nem a Rally 1, nem a Rally 2, nem az RTL, hanem az egész. Tehát nagyon fontos bajnoksága a Rally Tour, nagyon fontos bajnoksága a Rally 2, és nagyon fontos a Rally 1. És igazából nem gondolom, hogy különbséget lehetne tenni. Ugyanolyan felkészültséggel, legalábbis hasonló, nagyon, nagyon hasonló felkészültséggel kell mindegyikhez hozzáállni. Hány éves is ez a csapat? A csapatom az immáron már 90, hát most már 12 éves. Hány bajnoki címet szereztetek eddig, tudod-e? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Én nagyon sokáig nem nagyon szereztem kupákat, és 2001-ben, mikor bekerültem a Peugeot Autosziget Rally Teambe, hát az volt életem csúcspontja, ha mondhatnám, meg most a Vác Rally, hogy akkor ugye minden versenyen kupáról tértünk haza, akkor igazából sokat fejlődtem, szerintem akkor tettük fel a pontot az íre, de nem voltam bajnok. Ilyen második voltam általában, a versenyeket nyertem. Mert mi volt a baj veled? Hát most ebből a fejemmel meg tudnám csinálni talán, amit akkor nem állt össze. Tehát nagyon sok apróságból áll össze egy év. Azt hiszi az ember, hogy a költségvetés, hogyha ki van, akkor már bajnokságot tudunk nyerni. Azt gondolja az ember, hogy ha van egy jó autónk, akkor az is elég. De nem, tehát ha megvan a költségvetés, és ha megvan a jó autó, akkor jövök én versenyző, akkor jön a navigátor, és én úgy gondolom, hogy egy paraszt hajszál mindig hiányzott. Most meg tudnám csinálni már, de nem biztos, hogy megfogom. Na, jövőre, nem? Nem hiszem. Megvan már a jövő évi terv? 2013-ban mennyien lesztek, és milyen célkitűzések lesznek a versenyzők előtt? 2013-ban én úgy gondolom, hogy 2-vel többen leszünk. Hát 12? De nem, 12. 11 biztos, igen. És hát nincsenek igazából kész a tervek, mert most állítjuk össze a jövő évet, most kopogtatunk, most megy a nagy üzem nálunk, de vannak olyan irányú tervek, hogy az Antiék azok az első osztályba, rally első osztályú bajnokságba fognak menni, és az S csoportot leváltjuk a Group N-es vagy az R4-es kategóriára, tehát az egy komoly munka lesz. A többiekről igazából még nem nagyon tudok, hogy mik a terveik. Mikor lesz egy ilyen meeting? November az most elég jó, elég szabad. Uh-huh. Lesz a Tatabánya Rally 18-a környékén, és utána fogunk egy ilyen kis ott csapat építeni. Milyen versenyt rendezett Tatabánya? Rally 2 és Historic. Úgyhogy még novemberre is esik egy versenyünk. Én úgy gondolom, hogy ez a november végére fogunk összülni és megbeszélni, hogy ki milyen irányba, de az biztos, hogy két rally egyes párosunk az lesz, a Borbás Szabolcs és az Anti, és hát a Marci az dolgozik rajta, az Ari elég dolgoznak, de én azt gondolom, hogy ők rally túrába fognak menni, és hát reméljük, hogy az idén a Szőke Ákos a Gymkhanába elért eredményét csak javítani fogja tudni. Milyen érdekes, hogy ez az év általában biztos, hogy nem az MNRS éve lesz, hiszen ugye Egerről elmaradt rengeteg botrány vita, de ti tudtatok tovább lépni, fejlődni. Itt van egy ellenmondás. Igen.
maga a nagy szervezet, az anya szervezet nyüglődik, nagyon komolyan, és ti ennek ellenére, mint egy kis sejt, azért, hogy jól elvagytok. Tehát valamit jól csinálsz. Próbálom értékelni, hogy mit. Igen, így visszatérve az évelejére, ugye, amikor Talmával elkezdtük a rallis projektet építeni, én azt gondolom, hogy ez az évelei Eger Rally elmaradása és a körüli hercehurcák azért nagyban nagyban akadályoztottak abba, hogy ezt az egész éves projektet meg tudjuk csinálni. De igen, tehát a mi csapatunk, ugye mi helyet adunk versenyzőknek, és ezáltal látszik úgy, hogy fejlődünk. Én azt gondolom, hogy a Maricek Racing Team ad egy olyan kellemes környezetet, hogy a versenyzőink ott legyenek nálunk, a versenyzők oda jöjjenek, és ezért látszik így, hogy fejlődünk. Amúgy szétszórva, ugye nagyon sok versenyző versenyzik, csinálja, de mi összefogjuk, és tudunk adni egy olyan alapot, amely bizalmat ad, és amit te is mondasz, hogy igenis, hogy fejlődünk. De egy szervizpark kell mindenhova, és ezt te biztosítod, nem? Nem mindenkinek, nem? Tehát azért önállóan megoldjuk, de ha lehet, akkor összefogjuk a csapatot, és egy helyen vagyunk sorba. Egy kajával igazából egyszer sikerült ezt megvalósítani idén, de már jövőre próbáljuk, hogy tényleg egy erősen lépjünk föl. Mi a cél? Mi a terv? Jövő terv? Mit szeretnétek elérni? Szeretnénk biztos partneri hátteret. Mindenképpen azt gondolom, hogy ez mindenkinek az álma és a vágya. Én úgy gondolom, hogy ennek most megvan a lehetősége. Van mögöttünk média, van szervezettség, kellőképpen vannak szakemberek, akikkel ki tudjuk szolgálni a partnereket, és nekem az a tervem, hogy decemberre, januárra ez egy egységgé váljon, és egy elég erős partneri háttérrel tudjunk rendelkezni. Nálunk maradnak, tehát már most biztosan maradnak a partneroknak a 80-90%-a. Sajnos akit a gazdasági válság, vagy akit egy kicsit az üzlet mellett úgy kívánja, az hála Istennek ők is szeretnének maradni, és valószínűleg, hogy fognak is, csak azok nem annyira biztosak, hogy tudják financiálisan nyomni. Mikor akartok kilépni külföldre? Külföldi versenyeken elindulni, majd később VB futamokon. Nem igazán volt még tervünkben ez a külföld az tervünkben van, hiszen hogyha jövőre nem tudjuk, hogy lesz itthon a rally első osztályi bajnokság. Hogyha sikeres, akkor itthon megyünk, hogyha meg lesznek a versenyek, akkor mindenféleképpen itthon megyünk. Ha hasonlóképpen, mint az idénhez kérdőjelesek lesznek a versenyek, akkor valószínű, hogy egy ilyen külföldre egybe vetett projektet fogunk összerakni. Az Antival, Kovács Antival beszélgettem, és ő azt mondta, hogy mindenféleképpen szeretne menni 6 és 8 versenyem, és hát hogyha a bajnokság ilyen lesz, mint idén, akkor sajnos össze kell egy kicsit kevernünk a versenyeket. És hogy néz ki? Lesz változás, vagy marad minden a régiben? 28-án meglátjuk, hogy milyen irányba tudunk elindulni, de én úgy gondolom, bízom benne. Optimista vagy? Igen, igen, abszolút, abszolút. És hallom, már annyira mélyebb van, hogy ennél nem lehet mélyebbre kerülni. Hát igen, amikor azt mondja az ember, hogy most már csak a bizalom, vagy bízva bízzunk, akkor igen, igen, tehát elég összeesett ez a rali bajnokság, de én úgy gondolom, hogy fog ez menni, csak szív kell hozzá. Nem fáj egy kicsit neked, aki régen ugye 25 kilométereket is gyalogoltál, hogy most alig van versenyző, alig van néző? Hát megmondom, a régi emlékképek ugye előjönnek, és akkor ahhoz képest a jelen az teljesen más. Hát amikor bemész egy szervizparkba, és ugye most körülbelül egy focipályának a felét vagy a negyedét foglaljuk el, és 30 autó indul el a versenyen, az fáj. Tehát akarva akaratlanul is egy rossz érzés kerülget. De hát
a gazdasági helyzet is ezt előidézi. Persze biztos, hogy vannak, kibisznek könnyű, tehát biztos, hogy voltak hibák, és látunk hibákat, amik voltak az irányításban. De én mindig azt mondom, hogy ha oda kerülnék, valószínűleg én is, engem is lehetne bírálni. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van, amit előbb is említettem, a szívre, és én arra számítok, hogy most össze tudunk fogni. Én ahogy érzem ezt a társadalmat, ahogy látom, hogy eddig volt kettészakadás, most én ugyanúgy, én azt érzem, hogy össze fogunk tudni fogni. Igen? Én úgy érzem. Na. Van egy bizakodó ember, akkor ne állva a rallyba. Most a Homlón, Baranyakupán a rallin, tehát ugye megyünk beíróról beíróra, a célról célra, és ahogy látom, senki nem, ahogy beszélgetek emberekkel, senki nem akarja ezt elengedni, nem szeretné elengedni. És ugyanezt érzem, ahogy beszélgetek erről tehát a témáról. Tehát most már egy erős mag maradt meg tulajdonképpen, akik minden áron, minden körülmények között maradnak. Igen, hát már megjártuk a hadak útját, ugye VRC-k kilettek tiltva, ennesek, mentünk az FIA után, de egyre... Lesz újabb változás is, ahogy hallottam. Igen, jönnek új autók. Pontosabban jót, a Mitsubishik majd kimennek, és R4-esek lesznek majd helyettük. Ezt tervez a Nemzetközi Szövetség. Most nagy kérdés, hogy a magyar ezt tudja még követni, vagy sem, mert állítólag ez már az egy zsebbe. Ez is eléggé. Igen, ezek az R5-ös autók, amikről még nem igazán tudok nagyon sokat, de R5-ös autók közelednek, ugye leváltják a Super 2000-eseket, vagy nem is tudom pontosan, hogy. De a maga Mitsubishinél, az Evo 9-es Mitsubishinek a homologizációja lejár az N-esnek, és csak az R4-esek lesznek még, azt hiszem 6 évig használhatóak, vagy az Evo 10-es Mitsubishik jönnek. De nem, én azt érzem, hogy mindenki próbálja, hogy összefogni, tehát ha egy helyszínen rendezzünk, és szerintem ez kéne a célnak lenni. Magyarországnak vannak értékes helyszínei, Eger, Miskolc, Szombathely. De látod, nem tudom milyen valós vagy nem valós problémák vannak a zöldekkel, de itt a Komu Rally is ugye előtte 3 vagy 4 nappal kapta meg a zöldektől a szabad jelzést. Igen, én ott hallottam Komu, hogy ilyen problémák voltak. Nem tudom. Még nem beszéltem a rendezővel. És ugye egy másik rendező pont ugye ezzel a problémát találkozott, hogy itt Vác környékén, ugye a Fodor Krisztián. Igen, hogy a Mátra keresztes sprint versenyét. Beintettek nekik. Nézd, én úgy gondolom, hogy... Valószínűleg a kommunikáció nem jó ott a zöldek és az MNNS között valahol igen, valami. Igen. Nem rossz indulat, hanem valami nem kerek most. Biztos vagyok benne, hogy ez, vagyis hát biztosak lehetünk benne, hogy ez az egyik nagy feladat, ezt össze kell fogni. Kommunikáció, diplomácia, ezt össze kell fognunk, és akkor működni fog, hiszen minden város várja a rendezvényeket. És hogyha egy rally versenyen oda tudunk vinni 100 autót, az legyen akár rally 1, rally 2, rally túra, vagy 150 autót, az egy elég tetemes szurkolókat vonz oda, és ugye a szerelőktől a komálósokig nagyon sok ember megy abba a városba. Zárásként távlati cél azért szerepe, hogy egy-két VB világbajnoki futamon ott legyetek? Inkább azt gondolom, hogy inkább ezt úgy fogalmaznám, hogy én azért építgetem a Maricek Racing Teamnek azt a kis szekcióját, ahol versenyautót építünk, üzemeltetünk, bérbeadunk, és nagyon bízom benne, és az a távlati cél, hogy olyan versenyautók álljanak a garázsba, amely, vagy a műhelyünkbe, és olyan a versenyautókkal tudjunk foglalkozni, amelyel már nemzetközi porondra, akár VRC, akár IRC-re is tudunk versenyzőknek versenyautót biztosítani, és ugye egy technikai hátteret. Így én úgy gondolom, ha hogy... Ha az már igen, megvan, akkor már pilóta igen, az már lesz, meg navigátor. Pilóta lesz. Én úgy gondolom, hogy én nagyon pozitív vagyok, hogy nekünk igenis, hogy kell, hogy ez működjön, mert úgy van összerakva, és működnie hát kell. Hát célok nélkül, nagy célok nélkül, tudod, előbb-utóbb hát akkor... Hát főleg én általában egy kicsit szárnyoló vagyok, úgyhogy ezek a nagy célok, ezek megvannak. De valószínűleg... De kellenek is ezek. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. További sportosat.